Franciaországtól remél menedékjogot Edward Snowden, az Egyesült Államok titkosszolgálatainak eddigi legnagyobb botrányát kirobbantó informatikus. Snowden 2013 nyara óta Oroszországban van, sehol máshol nem fogadták be, miután 2013 májusában Hongkongba utazott titkos dokumentumok millióival. Moszkva 2017 januárjában 3 évvel hosszabbította meg Snowden tartózkodási engedélyét, vagyis az hamarosan lejár. A német CDF televízió műsorában azt mondta, hogy megeshet, hogy januárban kiutasítják Oroszországból. Erre a helyzetre nincs válasz, egészen addig, amíg Európa nem áll ki az Egyesült Államok rovására kiszivárogtatók mellett, miközben azokat meg megvédi, akik Szaúd-Arábiával, Oroszországgal vagy Kínával teszik ugyanezt. Érdekes kérdés, hogy vajon miféle üzenet ez a következő kiszivárogtatónak, vagy akár a világnak. Az Egyesült Államokban kémkedésért és hazaárulásért kell felelnie, de a világ nagy részén hősként tisztelik.